Volt valami olyan, amit kiszúrtál, hogy így, szia Zoli, szia Bandi, ez itt egy interjú, úgyhogy taka. Nem, menj el! Menj el! Szevasztok, srákok! Sziasztok, én Adri vagyok, és ebben a videóban megmutatom nektek, hogy milyen lett idén az ország burgere. Igazából a célom az volt, hogy ebben a videóban eljussak eddig a pontig. Az ország burgere. De ahhoz, hogy végül eljussak ebbe a szolnoki étterembe, egy kicsivel hosszabb út vezetett, mint amit terveztem. Az egész az úgy kezdődött, hogy meghívott a Dani a harmadik Soft & Burger, az ország burgere verseny és sztéksütő tusára Debrecenbe. Elejtette azt, hogy ennek a versenynek a végén megválasztják majd az ország burgerét. Nagyon jó. Természetesen megyek. Nem csak engem hívott a Dani, hanem a Raven Crocs Bandit is, és a Sallait is, és ezt az egészet úgy kell elképzelni, mint egy óriási családi piknik napot. Rengeteg ember nevezett erre a versenyre, és mindenki szépen kiült egy kis placra, előkészítette magának a kis burgersütő részét, és ott iszogattak, eszegettek, beszélgettek, sütögették a burgereket az emberek. Szóval mindenkinek ajánlom, aki Debrecen környékén lakik, vagy akit érdekel egy ilyen fesztivál, hogy jövőre látogasson el, mert amúgy nagyon jó volt a hangulat. De lehetett burgereket kóstolni, viszont nem is a tavalyi nyertes burgert, és nem is az idei nyertes burgert, hiszen a nyertes burger az csak a versenynap legvégén derült ki. És amúgy is a versenyzők nem árulták a burgereiket, csak hát így a családnak, haveroknak, barátoknak adtak, meg egyet leadtak a zsűrinek. Úgyhogy ezt én, amikor így összeraktam fejben, akkor kicsit tanástalan voltam, hogy most akkor én mit csináljak itt. A srácok nekiálltak forgatni, és megkóstolták azokat a burgerezőket, akik kijöttek, és akiktől vásárolni lehetett hamburgert. Hát akkor gondoltam, hogy én nem fogom ugyanezt csinálni. Megkértem a Danit, hogy akkor hadd nézzem végig a zsűrizést, mert hát miért ne? A zsűrizésről röviden annyit, hogy az Angus támogatta ezt a versenyt, és ők adták a marhahús pogácsát. Volt többféle kategória, a legtöbbnél az volt a fix elem, hogy ezt a marhahús pogácsát használni kellett. Ahonnan kikerült az ország burgere, az a profi kategória volt. És ezt a profi kategóriát 4 ember zsűrizte, köztük a Dani is, meg a Jancsa Jani is. Amikor beültem én oda közéjük, akkor én ezt annyira nem gondoltam át, hogy ez azt fogja jelenteni, hogy több órán keresztül ott leszek, és figyelem, ahogy 4 ember majdnem 40 hamburgert eltüntet. és közben szenvednek, nagyjából a felétől. Szerintem emiatt nem akartam én hamburgert enni. Végül. És amikor ennek vége lett, akkor még mindig nem tudtam, ugye, hogy ki fog nyerni. Lézengtem tovább, beszélgettem emberekkel arról, hogy ők mit gondolnak erről a burger-burger dologról. Próbáltam belőlük kihúzni valami kellemetlen mondatot, de nem nagyon hagyták magukat. Mi a jó burger titka? Nem tudjuk, mert sose csináltunk szar burgert. Szia Bandi! Jó, hello Bandi! Igen, hát ezen a venue-n egyébként nagyon tehetséges zenekarok vannak. Mindenki tiszteli a másikat. Nem hányatott végül, de hányatott sósú burgerek kerültek a szánkba. Egy ilyen szerintem 35 a profi kategóriában, és én még egy ilyen társadalmi munkában a juniorból, én 10 millát kóstoltam körülbelül. Hát az igazság, hogy a hamburger, az úgy hamburger, ahogy én csinálom igazából. Nem elrontva. Így pontosan. A legfontosabb dolog, és szerintem itt is nagyjából erre hegyeződik ki a hús amúgy. Tehát, hogyha van egy jó minőségű hús, akkor már annyira rossz nem lesz majd a hamburger. Most, idén gyönyörű, szép, átgondolt, azt mondom, hogy letisztult, de mégis ízletes és normális hamburgereket tudtunk ugye kóstolni. Azt gondolom, hogy a harmadik Soft & Burgerre egészen kezdünk afelé haladni, hogy nagyon-nagyon magas színvonalú burgereket tudott a zsűrinek szolgáltatni a versenyzők igen magas százaléka. Van-e olyan dolog, ami szerinted bűn egy hamburgerbe? Látott már mindenki olyan hamburgert, ami tele volt mindennel, mégse volt jó, és láttunk már olyan hamburgert is, amiben van mondjuk 5 összetevő, és tökéletes. Ez nyilván ízlés kérdése. Én ezeket a íze hamburgereket nem szeretem, ezeket a strandburgereket nagyon, amiket így, de úgy, hogy közben azt mondják, hogy kézműves, mert egy kicsit jobb a buci, de ugyanúgy belerakják például ezeket az ilyen hideg zöldségeket. Nekem az ilyen veszőparipám, hogy így a feldarabolt hideg zöldség. De ott az alapanyaga nem jó, hanem
hogy mondjam, inkább az ilyen... Hanem az ötlet hiánya. Az igénytelen felhasználása. Én azt gondolom, bármit lehet, most eklatás példája, az egyik burgerben volt mogyoróvaj. Volt olyan zsűri hang, aki azt mondta, hogy minek van mogyoróvaj egy burgerben, hülyeség. Nekünk például nyílik egy új üzletünk, az ottani havi speckó burger No Flex, például egy mogyoróvajas burger. Mert alapvetően ugye az Elvis burger és a Deacon tök mindegy, a mogyoróvaj és a marhahús nagyon-nagyon jó barátok, a karakterisztikájú tök jól kiegyeníti egymást. Hogyha a mogyoróvaj mellé öt másik hülyeséget beraksz, annak már nincs értelme, de mondjuk egy mogyoróvaj és egy marhahús, akár egy steakre is, nagyon jól tud komplimentálni, azaz kiegészíteni egymást. Az emberek nagy részenek van egy ilyen, hogy mondjam, kardinális véleménye, hogy a hamburger az marhából készül, nem szabad belerakni, nem tudom, tojást, meg ilyeneket. Én sem rakok bele tojást a hamburger húsba, de engem nem zavar, ha más ezt csinálja. Ha a négy fal között csinálja otthon. Nem emlékszel olyan élményre, ami ilyen legelső hamburger élményed, vagy kedvenc hamburgerezős élményed? Nem. Ez egy remek válasz. Nem, amúgy tényleg teljesen itt vagyok, rendben van minden, csak közben van hátul is egy szemem. És remélem, hogy minden rendben van ahogy a standunknál, mert már a fiúk nagyon fáradtak. Van egy ilyen szentimentális hamburgerevés élményetek? Tehát mit tudom, én emlékszel rá, hogy 2,5 éves korodban, amikor az első kézműves... élmény a hamburgerrel? Hát, igen, vagy valami szexuális élmény a hamburgerrel, igazából nekem mindegy. Tehát, hogy... Kiskoromban nyilván engem vittek a McDonald'sba, mint ahogy minden gyereket, nem egyfolytában ott tettünk, de azért előfordult, hogy megfordulunk, és nekem az volt a hamburger. És egyszer, amikor elmentem a vidéki rokonom, és mondták, hogy hamburgerezünk egyet, mondom, persze. Na és ott jött velem szembe egy olyan igazi jó kis retro burger, amiben volt az, nem tudom, 50% a paradicsom, a 40% a fejes saláta volt. Mondtam, hogy ezt nem eszem meg, köszönöm szépen. Akkor neked a Meki volt mindig a hambi? Hát kiskoromban persze. Igen. Érdekes. Nekem is. Igen? Nagyon sokáig a Meki volt a hamburger. És képzeld el, mindig kivettük az uborkát belőle. De nem szerettem az uborkát. Most hát szeretem. Mi se gondoljuk ennyire túl, de szerintem az a pár alapanyag legyen benne jó minőségben, akkor lehet jó hamburger. Szerintem amúgy tudunk értékelni mindenféle hamburger, csak nekünk meg van egy alapban egy elképzelésünk arról, hogy számunkra mi az. Igen. Tehát, hogy ez például, amit az előbb Zoli elmondott, hogy... Pontosan, mint az Elkris burger. Na, de melyik az Elkris burger? Az eredeti. Nem, az eredeti, a vizes zsömlés a padon. Na az az Elkris burger. De azt gondolom, hogy aki a nap végén meg fogja nyerni az első helyet, ezáltal az ország burgere címet, a profi zsűrinek az együttetű támogatását fogja élvezni. Egészen elképesztő, hogy mennyire ilyen polkorrekt stílusban tudsz nyilatkozni a dolgokról. Tehát, hogy, köszönöm szépen! Jancsa János igazi arcát nem ismerjük még, vagy legalábbis nem videókon keresztül. Köszönöm szépen! Jancsa Jani voltam! Na, szevasztok! A Sallait, akivel az egész eseményre érkeztem, meg sem kérdeztem. És akkor most írtam neki, hogy mondja már el egy mondatba, hogy mit érez ezzel kapcsolatban. Erre küldött egy videót. Olyan rég volt, nem is emlékszem már. Hát mikor volt? Nem egy hete, hanem kettő. Szenes burgereket ettem, szóval most melyik a jobb? Nem enni hamburgert, vagy rosszat enni? Egyébként nagyon jó volt a rendezvény. Amúgy nem is videó lett tőlem kérve, hanem hangüzenet. Nem fogom bevágni az egész videót, amit küldött. Nyilván nem fogom másfél percig szerepeltetni, amikor eredetileg meg sem kérdeztem. Ez így jó? Már elég lesz, Adri? És akkor eljött az eredményhirdetés pillanata, ahol én már teljesen lemondtam arról, hogy ebből videót fogok készíteni. A profi kategóriában az elvárás volt, hogy hozzáértő legyen, aki nevez. Legyen valamilyen szakmai múltja, szakács, séf, legyen étterme, vagy bármi ilyesmi. És bár mondjuk a tavalyi nyertes pont olyan volt, akinek nincsen étterme, de az idei nyertes szerencsére egy szolnoki hamburgerező lett, akiknek ez a burgerük fenn van évek óta az étlapon. És amikor ezt meghallottam, hogy ez Szolnokon van, létezik, oda lehet menni, meg lehet kóstolni, akkor eldöntöttem, hogy megyek. A nyertes tehát a szolnoki Beer and Burgers lett. Nekik Szolnokon 2 éttermük is van. A nagyobbik étterembe mentünk, aminek tök jó 2 belső terme is van. Van kint egy kerthelyiség is, ami szintén több részből áll. Szóval egy ilyen egész vadregényes kis helyez, és nagyon sokféle hangulatban lehet helyet foglalni, úgyhogy szerintem itt bármikor elfértek, nyugodtan menjetek hozzájuk. Szóval ők az alapanyagok. Ez a kúszó saláta, vagy nem, ő? Ez az almás. Almás új káposzta saláta. Igen, és ez eredetileg is almás volt? Persze.
az az volt. És ilyen rusztikusan összevágva, hogy legyen roppanatosság meg. Ez a házi majonézes ez a, igen, ez a fehér barbecue-nak. Ja, fehér barbecue. Fehér barbecue, igen, ez egy tormás majonéz jellegű fűszerezett ilyen öntet. És akkor ő a jalapeño. Igen, igen, kandírozott, karamellizált barnacukron, a felfuttató és almaecettel. Wow. Sajt, bacon. És az angus. Ország burgere. Brutálisan néz ki amúgy. És hát szerintem kevesen mondhatják el magukról, hogy a tulajdonos készíti el nekik, úgyhogy menő vagyok. Iszonyatosan jól néz ki. Nézzétek ezt a húst. Na, ez így tökéletes. Wow. Fú. Úristen. Tökéletes. Tényleg cheap, de csak pici cheap. Édes, sós, friss, ettől az almás, kószós salátásztusztól. Pont ez, hogy ilyen halmini, nem túl erős, nem túl sós, nem túl édes, mert karamellizált cukorral van az egész elkészítve. Tényleg. Pont az a lényeg benne. Benne van ez a, nyilván ahogy készül a azért a füstösség, a húsosság, jó, hogy van benne a bacon, mert az is ad neki egy ilyet, de ez a karamellizált jalapeño, ezt nagyon jó lenne, ha árulnál. Így. A csípésbe hozok neked kóstolom. Dunsztos üvegbe. Azt jó, megkóstolom amúgy. A legfontosabb tényezők benne a húspogácsa és a buci. Mert hogyha már csak úgy megeszel egy hamburgert, hogy benne van egy húspogácsa és egy a hamburger buci, már úgy finomnak kell lenni. Utána jönnek a különböző mártások, öntetek, zöldségfélék, de ezeknek mind harmonizálnia kell. Ne legyen túl édes, ne legyen túl savas, ne legyen túl csípős esetleg, hanem ezeknek mind egyensúlyba kell lenni. Szerint számomra ez a legfontosabb tényező egy hamburger elkészítésénél. A mai világban a hamburgerek részén már nincs olyan tényező, olyan alapanyag, amit ne lehetne belerakni. Tényleg arra kell odafigyelni, hogy ne vigyük túlzásba ezeket az alapanyagokat. Nem szeretem azt, hogyha túl van pakolva. Én azt szeretem, hogy a hamburgert mondják azt, hogy meg tud fogni. Aha, meg tud fogni, és tényleg maszatoljál vele. Mert egy jó hamburgert nem lehet úgy enni, hogy érted tisztán, hanem szaftos legyen, a hús az csorogjon, médium legyen, és minden olyannak kell lennie. Én is utána olvastam, tesztelgettem, recepteket néztem, néztem Jancsajani videóját például. Valahol ötletelni kell. Könyveket olvastam, megvettem a nagy burger könyvet, elolvastam. Így lehet, tanulással lehet. És tanulásból az alapanyagokat elkezded összerakni, utána elkezded összerakni, hogy mi az, amit módosítanál rajta. És utána lesz egy olyan ízkombó, amit azt mondod, hogy az a tiéd. Hogy így lehet. Mi ez a szósz? Hogy van egy olyan burger, ami csípős? Igen, ennek a neve amúgy a Devil Fire Burger, ez a Devil Sauce-on. Ez Carolinából készül, Scorpióból. De ezt miért kóstoljam meg? Azért, hogy ízeket mondtad, hogy gasztronómiailag szereted az ízeket, ebben egy nagyon finom sütőtököt, marackot, kávét, csokoládét fogsz, a végén a csokoládé íze fog megmaradni. Ilyen pokol tüze illata van. Igen, nagyon jó. Ez a Carolinának a illata, amúgy annak van ilyen jó kis intenzív illata. 100%-osan érzem, hogy semmi íz nem fog érezni, csak fájni fog. De az elején, elszámolsz 3-ig, az ízét fogod érezni, utána már nem. De csak egy ilyen... Hát azért érezed is az ízét. Te beleennél egy kanállal? Simán. De az összeset megennél. Jó, de te tudod, hogy mit csinálsz, én meg nekem el kell hinnem neked, az nem ugyanaz a helyzet. Lelkesedés megvan, innentől már csak rajta múlik. Szóval, és ebből egy burgerbe a duplája ebből benne van? A csípősbe? 3-4-szer annyi megy bele. És akkor ezt szeretik amúgy, mert itt az endorfin felszabad, hogy olyan boldog leszel. Nem leszek. Nézi. Ugye először csak az ízek, és most ez. Húha!
Miért? És azt mondtad, hogy többet legyek belőle. Ez miért csináltad? Azt mondjuk, szeretjük nézni, hogy... És akkor erre ne így a kólát, azt tudom, mert szar rá. De igen, nyugodtan. Nem. A buborék miatt kicsit felerősíti. Azért mondom. Pontosan... Hát én is. Pontosan tudom, úgyhogy most még egyszer már nem húzol be. A szám is fáj. De milyen jó íze volt az elején? A kis éves nem ért annyit. Nem, nem. Na ez a különleges szószínű. Aha, jó. Ebből a burgerből nem kérek. Ez az Alabama hamburger 10/10. Azt észrevettétek, hogy ebbe a videóba felváltva hívom össze-vissza burgernek, burgernek, burgernek a hamburgert? Mi amúgy a magyar egyezményes megállapodás? Burgerezünk? Mi burgernek mondjuk mindenképpen, vagy burgernek? Burger, még úgy is mondhatjuk, nem? Javítsatok ki, jó? Mivel mindenféleképpen elmondtam nektek, ezért igazából bármelyikbe bele lehet kötni. Szeretném elmondani a Soft and Burger Burger verseny kiíróinak, hogyha lesz negyedik év, akkor én személy szerint tényleg azt tanácsolom, hogy lehessen ott kapni a tavait, ami ugye az idei. Szóval így, hogy ez egy étterem, léteznek is, és nyitottak is erre, őket mindenképpen hívjátok meg, és akkor 2024-ben lehessen megkóstolni a 2023-asat. Léci. Gondolom amúgy erre a szervezők is gondolnak, de most már ezek után, hogy én ezt elmondtam egy videóba, a sajátomnak fogom tekinteni az ötletet, és ha a jövőre ez megvalósul, akkor úgy fogok rá hivatkozni, hogy ez miattam történt. Szóval ennyi lett volna ez a videó, remélem megérte várni rá. Nagyon remélem. Én nagyon élveztem az utazást. Hát, aki régebb óta követ, az tudja, hogy az én munkámban, ami ugye ilyen gasztró és kicsit utazós újságírás és fotózás, az ősz az egy brutális időszak, ilyenkor van minden, mindenki feléled, aki nyáron elment nyaralni, és mindent most akar promózni, és megmutatni, és mindenhova elvinni, úgyhogy én ilyenkor ezerrel dolgozom, és egy kicsit nehezebben gyártom a videókat nektek, de nem állunk le. Van célom az év végére, ki sem merem mondani, de van célom az év végére, úgyhogy kérlek segítsetek engem, ha nem egy lájkkal, meg nem egy patreonálással, meg tagsággal, akkor csak egy feliratkozással, jó? Mert azt hiszem, hogy eddig ez számomra nem volt soha különösebben cél, nem nagyon foglalkoztam ezzel, talán a 10 000 volt az első olyan mérföldkő, amíg ez nagyon érdekelt, hogy legalább az legyen már meg, de az van, hogy egy kicsit most felszívtam magam az elmúlt időszakban, és most megint azt élem és érzem, hogy akarok még előre felemenni ebben az egészben, úgyhogy nagyon köszönöm, ha támogattok ezzel engem. És találkozni fogunk egy következő videóban is, ami még meg nem mondom nektek, hogy mi, és bárcsak azt mondhatnám, hogy mindig fixen vasárnap vagy hétfőn, de kövessetek Instán, és oda mindig kiírom, hogy mi van, jó? Találkozunk legközelebb. Köszi, hogy itt voltatok. Sziasztok! Ennyi, igazából. Ez egy történelmi pillanat, mert igen? Egymás mellett álltok egy videóban. Igen. Nem egymással szemben. Ugye szerintem dobhatjuk ezt a szírszar hamburger témát, és akkor a kettőtök barátsága lesz egy egész estés filmben megmutatva. Mit szóltok hozzá? Majd mi az október 17-én a szülőnapomon fog megjelenni Netflixen a dokumentumfilm Bandi és Zoli névvel. Akkor kiderül, csak a videós énjeink barátok, hogy utána köpünk egymást. Igen, a munka köp minket össze csak.